Ez a család biztonságosan fürdőzik a Velencei tóban, de nem mindenki viselkedik ennyire felelősségteljesen nyaralás közben. A mentőszolgálat regionális orvosigazgatója azt mondja, az elmúlt napokban nagyon sok riasztást kaptak ebből a térségből azért, mert meggondolatlanul strandoltak. Jászkuti Ákos azt mondja, több sérültet kellett ellátniuk azért, mert alacsony vízbe ugrottak, de a túlzott alkoholfogyasztás is bőven adott az egyenruhásoknak munkát. Mai napig nagyon sok olyan balesethez megyünk, kell mennünk, amik a meggondolatlan vízbeugrással kapcsolatosak. Itt a Velencei tónál számos ilyen eseményt látunk el sajnos, amik akár súlyos maradandó károsodással is járhatnak. Tehát mindenféleképpen azt javaslom, hogy fürdőzés előtt tájékozódjunk a vízmélységről. A másik legveszélyesebb dolog az, amikor felhevült testtel megy valaki a vízbe, teszi hozzá a mentők regionális orvosigazgatója. Az alkoholfogyasztással kapcsolatosan is, sajnos számos esetben alkoholfogyasztással összefüggő rosszulétek, újraélesztések, illetve súlyos sérülések jönnek a mindennapjainkba. Felhevült testtel alkoholfogyasztás után úgy mennek be az emberek a tóba, vagy akár saját medencébe, hogy a szervezetük arra nincsen felkészülve. Fejérvár megyében most naponta nagyjából 200 riasztást kapnak a mentők, emellett pedig ügyeleti időben átlagosan további 80 beteget látnak el. A szezonális balesetek mellett a krónikus betegek rosszuléteinek száma is megemelkedik ebben a melegben.